Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nellé is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm! Mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá! Repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyeselt Babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Vendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Vendel, nyisd ki, én vagyok az Frici! A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Vendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit, mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! De a focihoz csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat, szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár. Reggeli után Vendel és Frici útra keltek, mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonszt választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Vendel kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt. Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonsz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szalagy, Bogyó, kiabált Vendel. Ide, ide, nekem passzol, kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az, ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek, hajrá, pirosak, hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Miért, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát? Háborgott a méhecske. Bizony, Boltozárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonz a bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak két gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Vendel csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt, panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak. Vendel csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom, kiáltotta, és félrelökte Bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem, jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonz. Csúnyán ellökted Bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Vendel, és megveregette Frici hátát. Ugyan már, hamar rendbe jössz, ne lógasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskóta tekercset. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gombamezőn.
Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz, Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom is, ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, töviről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, 2 nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltotta pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér. A kis hangyáknak nyírfavesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát. Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, miért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó.